Szóval, sziasztok! Ismét itt vagyunk, ez a Dead Island harmadik része. Már alig vártam, hogy megint elkezdjem a videózást. De viszont csak egy baj van vele, hogy csak hétvégente tudok videókat csinálni, ugyebár az iskola miatt. Semmi gond, minden hétvégén lesznek részek. Legalább három rész lesz. Körülbelül annyira is számíthattok. Valamit meg szeretnék mutatni, ami nem csalás, hanem csak kihasználjuk a játék bugját. Az a lényeg az egésznek, hogy megfogjátok. Itt van egy bot. Felfejlesztitek. Jaj, nem jót fejlesztettem. Utána csináltuk belőle ugye a szöges botot. Na szóval is, az a lényege, hogy először is felveszünk egy küldit. De végül is ez nincs benne, csak úgy felvettem egy küldit. Nem tudom, ki ismeri a fegyver duplázást. Annyi a lényeg az egésznek, hogy ugye, mintha eldobnátok a fegyvert, ahogy eldobjátok, megnyomjátok az inventory gombot. Így. Látjátok? Itt van. Hogy még mindig ott van. És hogyha itt nyomtok egy ilyet, hogy drop, akkor nézzétek csak. Egy. Kettő. És így, hogyha van egy jó fegyód, akkor nem kell mindig, hogy mondjam, nem kell mindig azt csinálni, hogy megjavítod a jó fegyót, meg ilyenek, hanem csak megfogod, megcsinálod ezt. Szexi maca. Nagyon csini. Megcsinálod ezt kétszer-háromszor is, már van három darab. Például abból a legendás fegyverből. Mit tudom én, abból az elektromos macsetéből, vagy itt tudjam én, akármi. De viszont olyanokat nem lehet duplázni, mint például fejlesztési, vagy fejlesztési már craft tárgyak, olyan például, mint a szög, vagy a drót, vagy valami. Nagyon szép. Jézus Mária. Na, ja, ez meghalt. Ugye most azért gyűjtöm össze ezeket a kocsikból, hogy az a csávó, aki ott volt a lifeguardba, az majd csinálni fog nekem egy autót, és majd azzal kell ugye kocsikáznom itt a szigeten szerte szét egy jó darabig. De szép vagy. Olyan jó érzésüket pofán baszni, már bocsánat, hogy az valami hihetetlen jó érzés. Itt van valaki. Aj, hello! Hello! Na. Szegényke, megkínzom. Na gyerünk, futás, futás, futás. Ó, na. Ez egy hely, amit annyira utálok, hogy az valami hihetetlen. Itt annyi köcsög zombi van, hogy... csak ennyi kellett. Tök király. Nagyon jó. Gyerünk már, futunk is vissza. És mikor levittem vagy két-három küldit, szól a csávó, hogy kész a kocsi, ezt már mehetek is autókázni. Most gondoljatok bele, van egy olyan mód, hogy Barbie Red Vire mód, és kaptok egy ilyen, hát szó szerint egy ilyen fém baseball ütőt, arra szöges drótot raktok, és úgy pofán lehet baszni vele a zombit, hogy a fogai körmérkőzést játszanak a bennmaradásért. Ez az valami kegyetlen fegyver. Na, mi van? Nagyon jó, izé, megdicsért meg minden. Nagyon király. Na most kinek segítsünk? Van egy nagyon jó küldi. Csak nem tudom, hogy melyik az. Ah, ez az.
Absolutely. Ennek... Fúj, már felejtettem, mit kell csinálni. Végülis ez a játékkal nagyon rég játszottam. Nem tudom már mindent kívülről. De azt tudom, hogy... van... 4 rész. Ugye van a chapter 1. Vagy nem chapter 1. Ugye vagytok először itt a szigeten. Utána elkerültök egy városba, elmenekültök innen. A városból bekerültök a dzsungelbe, feletté érdekes módon, de fogalmam sincs, hogy hogy. Ugye hajóval. És a negyedik, a börtön, gondolom a végét azt már mindenki látta, hogy a katonacsávó belő magának pár izét, és gorillás tuccot. Azt akkora lesz, mint egy állat, olyan nehéz megölni, mint a... hétszentség. Ugye már ez a vég, hogy megölöd, elmenekültök helikopterrel, stb. Stb. Na, a második résznek hogy kezdődik? Egy hajó. De végül is, annak már tetszik a folytatása. Hogy ugye a helikopter leszáll a hajón, hatalmas vihar van, és akkor a hajó az, az összetörik, és megint hol vagyunk? Egy szigeten. Hát ez, ez felettév tök jó. Fú, itt is mennyien vannak, az anyátok isteni. Hoppá. Ennek mi baj van? Na. Vagytok még? Ó! En... Fú. Baseballozzunk. Hát ez... ez egy feletté érdekes póz. Fó, azt hittem úgy marad. Halljak meg, azt hittem úgy marad. Ez komolyan... ez durva volt. Ha-hó. Itt egy autó. Mindjárt segítek, várj egy kicsit. Jó van, nyugi van már. Ó, kiállunk szépen. Megmentjük a kis ribancot. Az a csávó. Mi van ezzel? Csó, ez tuti át fog változni. Ó, jó öreg alkohol. Hol van? Ja, ez molotov. Hát srácok, megint bebaszunk egy cseppet. Na, eddig már kettő bement. Tyú! Atya Mária, hát ez, ez valami nagyon bitang. És akkor így öld meg a zombit, ugyebár volt előző részben az a... az a képesség, hogy bebaszva 60%-kal nagyobbat sebzel, de... szerintem így érdekes lenne így zombikat ölni. Ó, van még itt valami? Ó, nincs. Mi van? Mi kell? Na, az a kurva. Neked mi kell? Homadod a... ó. Na, mi van? Na, gyere, elviszlek. Fú, most ezt a ribancot is fuvarozzam. Na. Na, ülj már be! Hát, Istenem! Jó van, fogd be a pofádat, azt menjünk. Redna, hoppa, szegényke meghalt. Hogy ordítanak. Azt a... komolyan, mint hogyha a Richard Burns rallyt játszanék. Azt a... az üveg is betörik. Így van, Logan. Nem vágja szét a kezed, kemény vagy. Jaj, egy patka. Szegény kék. Hát igen, elérkeztünk egy másik csoporthoz, ugyebár
a Lighthouse-hoz. Ez mit akar nekem adni? Jó, semmit. Na látjátok, ezt mondom, hogy 4-es szinten már majdnem egy ezresbe kerülnek itten a tárgyak. Na, 2200 ugye a flores, az ugye... Na jó, megkapom még ma azt a fegyvert. Azzal, hogy mondjam, láthatunk sötétbe, ugye, hogy meggyújtod, eldobod, és akkor... Kit kell követni? Ez meg mit akar? Na mi van? Császtok! Fú, ez a nő... Az nagyon jó fegyvert fogadni egy kicsit magasabb szinten. Jó van, megyek. Na, nyugi van. És megint el kell mennem a Lighthouse-ba. Hello, Darwin. Rohadjál meg te is. Ragasztó. Szegényeket is kiraboljuk. Hello, Maggie. Na jó, hát most neked nem segítek. Ezeket majd csak később fogom megcsinálni. Először ugye a lifeguardba kell lökni a témát. Gyerünk. Ah, nagyon faszántalatok. Aszta! Nem is tudtam, hogy lehet ilyeneket. Hát de viszont a... kocsinak az irányíthatósága az nem egy leányálom. Kit üssünk el? Kit kenjünk fel a szélvédőre? Ez igen, ez nagyon jó volt. Az igen, meg se döglenek. Ja, hát kiestek a formájukból. Na, ne ütlek, kis geci. Amúgy nagyon jó, hogy a videókat nézik kicsik is, és akkor én meg itt nagyba trágárkodok, de... Na jó, mindegy, hagyjuk a trágárkodást, nem szabad, mert végén még rossz vége lesz. Na, nyílj már ki. Na. Aha! Kész a másik kocsi is. Isten király vagy, papu. Django Fett. Király vagy. Kemény. Ja, nem is ide kell menni. Hol az Istenbe megyek. Most ennek a csajnak valami nyakláncot kellett hozni. Na. Ó, nagyon jó. Szintet léptünk megint. Melyik is az? Azaz. A fejlesztés. Na, mit fejlesztünk? Hát... Ezt is ki kell fejleszteni ahhoz, hogy... De legyen a fejlesztési költség. Na nézzük csak. Talán itt ennek a testvérét kell megkeresni, de nem vagyok benne biztos. Hát ilyen fegyvereket legalább adna valami normálisat. Életünk ment le. Na. Nagyon jó. Ezt megjavítjuk. Tök jó, és már pénzem nincs is. Na, remek. Ó, ez is nagyon jó küldetés. Az igen. Te John Cena-t látnám, kajak. Hűha. Jó van, tesó. Elmegyek, hozok neked.
Megyek ezzel a szarral, ennek ma úgy is ki van törve az üvege. Na, nem kanyarodik az autó, beszarok. Na. Na gyerünk. Brenda, hű. Ez az már csak egy navigátor kéne, és akkor le és kettő fel, és jobbal ki. Tő át, sima jó fűszéle. Itt is jó a fűszéle mögött a száz, és volt, na mindegy. Mondom, már csak egy navigátor kéne. Ú, ez igen. Kocsinak olyan jó hangja van, hogy... Szegény. Jaj! Itt szerintem meg kéne állni egy kis pénzt szedni. Attól félek, hogy itt lesz valami zombi féleség. Szedjed már. Komolyan a pénzszedésből annyit legugol, hogy nagyobb combja lesz, mint egy testépítőnek ember. Annyit gugol ez a csávú. De mindenhol. Akárhol, akármit ki kell nyitni, mindenhol legugol ilyen szaré. Na, gyerünk már. Meghalt. Na hát infektet barátunk. Hello. Hello. Na, aztán meg se hal. Hoppá. Jó. Tolatás. Ó. Ha látnék is valamit. Jó. Nem is volt rossz. Kocsiból ki lehet ugrani? Hát nem. Hey, csá testvér, adjál benzint. Mi van? Jó, most elmeséli az élettörténetét, adjál benzint. Mi van? Ó, igen, valószínű. Jó, hát itt úgy érzem, hogy kell egy ilyen. Nem esik le. Ne es le. Srobbangatunk egy kicsit a garázsban. Meg ilyenek. Na. Ki hol van? Hol, ott van valaki? Jó! Ez igen. Hát ez kész. Most megint be kell mennem. Nem hiszem el. Csepp szarú. Ott egy láda. Mit ad? Ó, kis kalapács. Na. Ó, mindegy. Olyan lökés hullámot kaptam, hogy messzebb szálltam, mint egy utasszállítógép. Mi van, meghaltatok? Hello. A jó kis bárdom. Fo! Na gyertek! Itt az aréna. Na gyere! Ezt levágom a testere. Ó! Elveled? Ó! Levágom a kezed. Ja, hát ez tiszta jó. Itt a hármas szintű láda, ez kéne nekem, de nincs. Most egy üres kannát. Feldobunk, gyorsban. Te kis hamis. Ó, szekrény. Ez mindig rejti érdekességeket.
Azért iszok is egy cseppet. Azért ennyi mászkálásban rendesen megszomjaztam. Na, egy kannát kell vinni, vagy kettőt? Nem is tudom. Na jó, van az, viszünk egyet, az kész. Nem fogok én itt szarakodni. Na, gyorsan, gyorsan! Ó! Azta! Azta mennyien vannak, hát nem igaz! Na, add ide! Jó, oké. Kem blokkosan kitolatunk. Na nézzük. Hát ez nem nagyon jött össze. De nem baj. Most driftelünk egyet. Ez az. Ugratás. Ó. Mondom én. Ó. Tuti ütközni fogok? Hát éreztem. Na. Próbálnám minél gyorsabban vinni a küldiket, de... Hogy mondjam úgy, hogy... tudom én egy kis... pénzt valahonnan szedjek. Ahhoz, hogy mondjam, több idő kell. Nem elég rá ez a 20 perc, meg közé, amit így felveszek. De jó van az. Na. Jó. Gyá! Szalonnát sütünk, tiszta jó. Grillezünk is. Grillezett embercomb hasább burgonyával. Nagyon jó. Már csak ilyen két pénz érme kellett volna a szemükre, hogy túlvilágba át tudjanak menni a halálfolyón. Csűjön, nagyon le fogok csórósodni. Ez 254 dollár, hát az édes kevés. A Molotov. Király vagy. Már van kettő, majd jó lesz valahol. Na jó, srácok, hát ez lett volna a harmadik rész. Jaj. Úgyhogy mást már nem nagyon terveztem mondani. Úgyhogy következő rész az majd csak jövő hét végén, ugyanígy péntek szombat táján lesz, mert ugye az iskola véget. Ne aggódjatok, minél hamarabb megpróbálom megcsinálni a videókat. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, vagy iratkozz fel. Köszöntöm szépen. Sziasztok.